Itthon holnaptól újabb nagyjából 30 forinttal drágul az üzemanyag, így lesznek olyan kutak, ahol már a 800 forintot közelíti majd egy liter benzin vagy gázolaj piaci ára, de az átlag is olyan 750-760 forint körül lesz. A magyar autókat természetesen továbbra is 480 forintért lehet megtankolni. Könnyű kiszámolni, hogy lassan 300 forint a különbség a piaci ár és a hatósági ár között, 10-12 ezer forint marad az autósoknál egy-egy tankolásnál. Ez az esztergomi család napi szinten használja a családi autót. Négy gyerekük közül az egyik Budapesten kollégista, az édesapa pedig a fővárosban dolgozik. Ők úgy számolnak, hogy az üzemanyag ástoppal havi 40 ezer forintot spórolnak. Számolgattunk így az utóbbi időben, ez egy kicsit többet teszik ez az autó, hogyha ilyen nagy, úgyhogy egy olyan 40 ezer forintos havi spórolást jelent most ez nekünk, ha nem lenne a benzinástopp. Hogyha rendes árak lennének, akkor az igencsak húzós lenne. Egy-egy magyar család átlagosan 10-15 ezer kilométert autózik évente. Ez egy átlagos fogyasztású személyautónál havi 1-1,5 teli tank üzemanyagot jelent. A magyar kormány üzemanyagárakat érintő intézkedése miatt jelenleg Magyarország az egyetlen olyan Európai Uniós tagország, ahol a legkevesebbet kell fizetni az üzemanyagért. Közben szerdától ismét nőtt az üzemanyagok világpiaci ára. Eddig itthon 1 liter 95-ös benzinért átlagosan 738 forintot, a dízelért pedig 726 forintot kellene fizetni. Péntektől azonban újabb drágulás jön a kutakon. A holtankoljak.hu adatai szerint a benzin és a gázolaj beszerzési ára is bruttó 30 forinttal emelkedik. Így a 95-ös benzin literje átlagosan csaknem 768 forintra emelkedik, míg egy liter gázolajért több mint 750 forintot kell majd fizetni. Ez azonban a magyar rendszámú autósokat nem érinti, ők a benzinástopp miatt továbbra is 480 forintért tankolhatnak a hazai kutakon. A holtankoljak.hu ügyvezetője szerint itthon átlagosan több mint 250 forinttal olcsóbb az üzemanyag literje, mint a piaci ár. Hogyha a családok szempontjából nézzük, akkor azért az látszik, hogy akkora most már a különbség a hatósági ár és a piaci ár között, hogy akár egy teli tanknál 10 ezer forintot is tudnak azzal spórolni, hogy hatósági áron tankolnak. Én azt gondolom, hogy ez egy jelentős különbség, és ennek az előnyeit most jelenleg a magyar lakosság még élvezheti. Egész Európában rekordmagasak az üzemanyagárak. Több országban már 800-900 forintot is kell fizetni az üzemanyagért. Erről beszélt az energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár a közösségi oldalára feltöltött videóban. Steiner Attila hozzátette, a kormányzati intézkedések miatt a magyar autósok több mint fél éve tankolhatnak 480 forintos rögzített áron. A benzinástopp csak egy a sok intézkedés közül, amellyel a magyar kormány védi a magyar lakosságot a háború negatív gazdasági hatásaitól, és az is óriási eredmény, hogy Brüsszelben sikerült elérni, hogy az olajembargó az nem vonatkozik Magyarországra. Így az üzemanyag ellátása a jövőben is biztosította a magyaroknak, méghozzá Európában a legalacsonyabb áron. Ez tehát azt jelenti, hogy itthon harmadával kevesebbet kell fizetni az üzemanyagért, mint a piaci ár. Európa más országaihoz képest pedig még ennél is nagyobb a különbség.